leszek boldog, ha lesz pasim. Majd akkor leszek boldog, ha annyit keresek, amennyit. Majd akkor leszek boldog, hogy ezeket mind balasztanyagokat így, ezen az úton, legalábbis nekem ilyen volt ez az utam, eldobni. Hogy nem, egyedül is lehet boldognak lenni. Keressük meg, hogy. Egy jó délután csináljunk magunkkal, egy napval, egy jó kávéval, meg egy jó nem tudom mivel. Tehát, hogy itt kezdődik az intimitás magadhoz, és itt kezdődik ahhoz, hogy sugárzó vagina legyél, hogy azt mondják, hogy az a csaj, az milyen pozitív, és milyen nem áll pozitív, hogy így, vagy az a férfi, hogy nyugalom és életöröm sugárzik belőle. Igen, és itt jön, ugye a pszichológiába szokták ezeket a kapcsolódási mintákat, ilyen A betűnek, meg H betűnek, ezt így mindig szoktam ugye mutogatni, hogy tényleg, amikor még két ember, ugye, mint az A betű kapcsolódnak, hogy akkor egymásra rakosgatjuk magunkat, és akkor egyszer csak elkezdünk magunkkal mondjuk foglalkozni, tudatosabbá válni, és akkor így egyenesedik ki a gerincünk is, meg úgy egyáltalán. És akkor ugye itt a másiknak van egy lehetősége, vagy pafra esik, vagy szépen ő is kiegyenesedik, és akkor lesz egy H betű, és ott van a kapcsolódás, azt hiszem ezeknek van valamilyen angol neve is, amit persze én nem jegyeztem meg, az A meg a H betű, ha valaki tudja, azt mondja, nekem most nem jut eszembe, de az a lényeg, hogy egy sokkal egészségesebb kapcsolódást mutat, hogy nem azért kapcsolódom egy férfihoz vagy egy nőhöz, mert én támaszkodni akarok, és ugye mikor azt mondjuk, hogy a felem, nem, legyek egy egész, és két egész találkozzon, nem mint a kis puzzle darabok, csak azért, mert én itt vagyok hiányos, te meg ott kis béna, akkor ott... És ezzel sincs amúgy semmi mert ezek is nagyon szép találkozások, csak ismerjük föl, és akkor így kerekítsük ki saját magunkat, nem a másikat, és akkor ezek még egészségesebbek, meg minőségibb együttlétek tudnak lenni. Hát azt tud boldoggá tenni mást, aki önmaga is boldog tud lenni. Hát ugye nagyon sokan fordulnak hozzám, akinek nincsen párja, igen. Hát igen. Alapfeladat szokott, hogy randizzon magával. Tehát vidd el magadat moziba, kávézni, vacsorázni. Alapfeladat. Tehát, hogy miért? Mert nem tudunk együtt vagy egymással időt szakítani magunkra. Ugye bemegyünk, hazamegyünk, bekapcsolom a tévét, rögtön megy a zaj, a háttér, tehát nem tudok leülni csendben magammal, hogy fú, amúgy figyelj már, mi van veled. Tehát, hogy így nem töltünk magunkkal intim együttlétet. Ez milyen furcsa ez a mi van, nézd már, mi van vele, tehát ez az ülj le magaddal, mi van vele, hogy igazából milyen jó kis szeanszokat lehetne az embernek ebből csinálni a saját magának. Tehát, hogy leül egy naplóval, vagy egy bármivel, és akkor leírja. Tehát ez az én minden szerdai rendezvú magammal, amikor mindig van egy üveg bor, amikor naplóírás, tehát hogy ez a, tehát bármi, amit az ember ki tud találni magának ahhoz, hogy ő egésznek érezze magát, azt szerintem játszik.